Két nap után sikerült helyreállítani az áramszolgáltatást Nógrád megyében Somoskőújfalunál. Itt a nagy mennyiségű hó miatt szakadtak le a vezetékek. A kazánok leálltak, telefonszolgáltatás sem volt. Közben hajnalban Zabaron mínusz 24 fokot mértek. Reggel óta van érvényben a vörös kód, ami egyebek mellett azt jelenti, hogy a hajléktalan szállók nem küldhetnek el senkit, aki betér hozzájuk. A szlovák határ mentén Somoskőújfalun két napig voltak áram nélkül, miután a vezetékek nem bírták a rájuk fagyott havat és leszakadtak. Emiatt sokan se világítani, se fűteni nem tudtak. Se központi fűtés nem megy, se tévét nem tudunk nézni, most semmi információnk nincsen arról, hogy tudja, most jön a leghidegebb. És pont emiatt kellemetlen az, hogy kijöttem havat lopátolni, aztán mire bemegyek, hát nem tudok átmelegedni, mert ott kell fagyoskodnom folyamatosan, és most lesz a legnagyobb hideg éjszaka. Mára már a helyzet sokat javult, helyreállt a szolgáltatás. Közben a megye északkeleti szegletében Zabaron mínusz 24 fokot mértek, de az északi részeken máshol is dermesztő hidegre ébredtek az ott élők, ezért is figyelnek különösen ilyenkor az idősekre. Hollókő olyan tipikus helyzet, hogy rengeteg az egyedül élő idős személy, és ezekre nagyobb odafigyelés kell, hogy nehogy megfagyjanak, figyeljük a kéményeket, hogy füstölnek-e, hogy nincs-e valaki az úton útfélen elcsúszva, elesve. Polgár őrök közül eljönne nekem a falmot összehasigatni, de azért voltak ma olyan becsületesek a polgár őrök között is, hogy eljöttek és segítettek nekem. Úgyhogy nagyon köszönöm nekik. Az országban a vörös kódot is életbe léptették, ami a hajléktalan szállóknak is bőven ad plusz munkát. A hétvégi működést is beindítottuk az utcai szolgálatoknál. Ugye a krízisautónk az szintén novembertől már 24 órában működik, most jelentősen több bejelentésünk van, ugye főként a megyének azokról a területeiről, ahol nem működik hajléktalan ellátó intézmény. A szálló lakók azt mondják, ilyenkor nem csak rossz, hanem veszélyes is a szabadban éjszakázni. Sokat voltam kint, Nagykanizsán voltam, 7 évet húztam el az utcán, télen-nyáron. De hát mondjuk... Van neki jó oldala, meg van rossz oldala. Veszélyesebb is. A mentősök és a katasztrófavédők is azt mondják, hogy a mostanihoz hasonló hidegben sokkal több dolguk van. Zalaegerszegen naponta akár 10-12-szer is kell vonulniuk az utcán segíteni a rászorulóknak.